Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Fajsúlyos három nap következik, újra lesz Albarégia Jazz Fesztivál, vendégeim pedig Vörös Tamás és Mics Gergő, a fesztivál két atya. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy ismét lesz három olyan napunk, amikor hazai jazz élet nagyszerűségeit és fiatalokat, kevésbé fiatalokat egyaránt újra megismerhetünk. De hogy eljussunk az idei találkozóig, azért egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen ez egy rendkívül fontos történet. Akár egy kicsit beszéljünk az 1967-es évről, hiszen az meghatározta a későbbieket is, hogy aztán eljussunk addig a pillanatig, amikor ti ismét újra gondoltátok ezt. Én csak ki szeretnék javítani téged, szerkesztő úr, mert azt mondtad, hogy az atyai, na most az atya és a nagyatya. Na, a 67-ről akarsz beszélni? Te még én akkor nem voltál képben. Hát én már 7 éves voltam, tehát szerintem mi már 7 évesek voltunk. Tehát összesen 14, na jó, hagyjuk. Hát ugye én is csak a történetekről tudok. Tehát a kialakult egy struktúra, valaki kitalálta, mai napig nincsen fogalma, hogy kell Fehérváron jazz fesztivált csinálni. Interjazz fesztivált. Ugye az Interjazz mindig benne volt, ezek az Intertől, ez a barátságos, a vasfüggöny, ugye barátkozik a szomszédos országokkal, és ezt a rádió generálta a Videoton gyárral, és aztán a várossal. Tehát egy ilyen összetett összefogás volt ebben a dologban, de jól sikerült, mert ez mindig a Vörös Marti Színházban volt, de olyan szinten jól sikerült, hogy a Művközpont, ami most már, ugye, már megint Szent István Művközpont, akkor még nem az volt, hogy oda tették 11 óra után a Jam Session-öket. Tehát a Jam Session az régi dolog, különben voltál neki a Varsóban? Jazz Jamboree? Nem. Én voltam 78-ban, és ott is ugyanez a deal volt, hogy először voltak a nagy koncertek, a nagy sportcsarnokban, és utána este meg átment mindenki, aki akart, és még élt, mert ugye elég sok ilyen írnivaló elfogyott közben, átmentek Jam Sessionre. Tehát így indult a 67-be, és az volt a jó, hogy akkor az ömébe, ezt én is már olvastam, tehát nem én fejtettem meg a titkot. Ezek a zenekaroknak a fél gázsiát az amerikai követség fizette. Mert amerikai zeneszek. Aztán elaludt ez a történet. És sokat változott a világ, változtunk mi magunk is, viszont a jazz továbbra is élő maradt. És akkor jöttetek ti, ha úgy tetszik, akkor a nagypapa és az apa, akik gondoskodtatok arról, hogy ez elindulhasson újra. Melyik volt az első pillanat, amikor összeültetek és azt mondtátok, hiszen nagyon is jól tudjuk, egyrészt benne vagytok a zenében, másrészt pedig, tehát az egész körforgást ismertétek, hogy igenis megállja a helyét Fehérváron, hogy legyen megint jazz fesztivál, hiszen a jazz nem egy egyszerű műfaj. A sokszínűségét szeretjük, ugyanakkor hát ezt újra kell tanulni, ha úgy tetszik. Igen, hát a városban, hogy egy kicsit hátrébb lépjek kettőt, hogy egyáltalán bárhol a világon ahhoz, hogy az ember jazz fesztivált vagy jazz koncertet tudjon rendezni, kell hozzá közönség, mert azért az elmúlt két évtizedben legalább, lehet, hogy egy kicsit régebb óta a jazz, szóval egyre inkább tömeget oszlattak, mert annyira eltávolodott a közönségtől. Egyébként is van egy értékválság, ez a zenében is észrevehető, mindig a könnyebbet, a kommerszet fogyasztja a széles népréteg, és az igényes műfajokra egyre kisebb volt az igény. Az oktatás okán, a zeneoktatás okán, ami Fehérváron a 90-es évek legelejétől az ország elején van, tehát egy nagyon-nagyon sok jól képzett könnyű zenész került ki a városunkból, köszönhetően a Tamásnak, a sok-sok fehérvári nagyszerű zenésznek, meg iskolának. Volt egy olyan stabil bázis, van egy olyan stabil közönség, akire lehetett építeni, és a Tamással ez volt talán az első alapvetésünk, hogy mi nem egy ortodox jazz fesztivált szerettünk volna szervezni, és aztán tulajdonképpen a fesztivál hivatalos nevében a jazz szó nem is szerepel, hanem Albarégia Fesztivál. Ez a nevünk, nem mint ha mi szégyelnénk a jazzt, hanem pontosan azért, hogy próbáljunk meg új közönséget bevonzani az igényes zenére, megmutatni azt, hogy a jazz az nagyon-nagyon sokféle lehet egy kicsit fogyaszthatóbb. A meccéspont az mindig az improvizáció. Tehát lehet ez, nem tudom, funk alapú, lehet amerikai R&B alapú, lehet etno alapú, lehet world music, nagyon sok minden lehet. Improvizálni kell tudni ahhoz, hogy ezt jazznek tudjuk hívni, és aztán ez a fajta feltevésünk, ez be is igazolódott, mert nagyon sok olyan embert fertőztünk meg
a jazzzel az elmúlt 7 alkalommal, idén leszünk 8. alkalommal az új időszámítás szerint, akik előtte a jazzről nagyon szörnyű dolgokat gondoltak. Fantasztikus esték voltak, ha csak végigvesszük a színhelyeket a múzeum udvarán, a Velence szálló, vagy most Magyar Király szálló előtt, aztán volt a Fekete egy szárazréti közösségi központban találkozó, a Városház téren, tehát nagyon-nagyon sok helyszín. Mennyit segített az újraindításban az, hogy egyrészt a Kodolányin is a jazz tanszék részedről, tehát nyitott volt, a Hangszintér iskola nem különben, és a Gorziumosok is azért megjelentek néha-néha? Hát én azt gondolom, hogy ennek azért annyira mélységi köze nincs a dologhoz, mert a Gergő egy megszállott ember, én szintén egy megszállott ember, tehát hozzácsatolható a dolog, meg segítségre szoruló dolgok ezek, de igazából nem úgy segített fizikálisan, szellemiségében biztos. Ez most egy nagyon szép mondat volt, szerintem senki nem értette, csak én, amit akartam mondani. Tehát az a lényeg, hogy mind ami abban az időben is volt, ha nem lett volna Kende, a kolozsvári Kende, meg a Márkus Jóska, aki még él, hál' a Jóistennek, akkor nincs sem Albarégi a Jazz Fesztivál utána már meg semmi. Tehát ezt valakinek mindig vinni kell. Ugye akkor még itt jazz oktatásról nem is beszélünk a 67-ről, meg nagyon sokáig nem beszélünk. Tehát azért mondom, most ilyen szempontból könnyebb, hogy van egy olyan bázis kép, hogy a gyerekek, mind a kicsik, mind a főiskolások, az egyetemisták már eljönnek erre a koncertre. Ugye úgy fogalmaztatok a meghívóban, hogy az egyik missziótok, a küldetésetek, hogy a fiatal tehetségek számára is biztosítsátok a lehetőséget. Az abszolút, ez mai napig így. Hogyan sikerült az első, nagyon jól tudjuk, hiszen végigkísértük ezt a folyamatot idestova, akkor ugye már 8 éve, hogy sikerült megnyerni azokat, ugye volt itt egy sztárparádé is, de nem különben fontos volt, hogy megismerjük a fehérvári csapatokat. Ez tudatos volt részetekről, hogy meghívjátok a nagy menőket, úgymond, idézőjelben, és emellett pedig lehetőséget adjatok valóban a fiataloknak? Ez azóta is tudatos, tehát hogyha lehet tematikát felállítani az összes fesztiválra, amit eddig a Tamással közösen csináltunk itt Fehérváron, az mindenképpen az volt, hogy vagy a fehérvári kötődésű tehetségeket mutassuk be, vagy a Hangszintérhez, vagy a Kodolányihoz köthető akár tehetséges diákokat, volt diákokat, vagy tanárokat, mert hogy fontos, hogy legyünk büszkék a mieinkre. Úgyhogy ez mindig ott volt, illetve igen, amikor volt vagy van lehetőségünk, akkor a világ minden pontjáról hozunk komoly világsztárokat. Hogy lehet tartalommal megtölteni? Fontos, hogy a különböző stílusok bemutatkozzanak? Mármint szervezői, rendezői szempontból fontos a nézőnek? Miként látjátok? Én szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Már csak azért is, mert mindenből, tehát a mostanire, ugye a 9-10-11-en, ami lesz, ha megnézitek a headlinereket, és végig látjátok, hogy kik játszanak, mindenféle, ahogy a Gergi jól elmondta, mindenféle kapcsolódási pont a jazzhez felvezet. Lesz idézőjebben, tehát könnyebben emészthető, lesz egy kicsit nem annyira könnyebben emészthető. Tehát ezeket próbáljuk váltani, ugye vegyesen tenni. Világos, hogy az esti órákra, a későbbi fellépéseken vannak a kvázi könnyebben emészthető zenekarok, de ez csak azért van, mert ez a világ minden tájéken így van. Hát gondolom, hiszen a vágyfülőket ismerjük nagy részt, és azokat igen. is, akik a könnyed szórakozás jegyében szeretnének egy fantasztikus nyárestét eltölteni veletek. Tehát ez volt a választás alapja, gondolom, a meghívás alapja. Abszolút, igen. Tényleg, ahogy a Tamás mondja, hogy minél színesebb legyen a program. Annyira sokféle a jazz már, hogy tényleg itt a meccéspontban az improvizáció van, és aztán, hogy az improvizációhoz milyen zenei stílusokon jutunk el, az tulajdonképpen teljesen minden. No, akkor vágjunk bele a csapatok ismertetésbe, hiszen itt van egy olyan fantasztikus lista, hogy azt hiszem, hogy mindenki nyitott füllel fogja hallgatni. A fehérváriakat vegyük először, ugye a Fehérvár Big Band, de egy különleges csapat mindenképpen. Igen, hát azért ahhoz hozzátartozik, hogy a zöme ugye székesfehérvári, vagy innen elszármazó. Ez nagyon fontos, amit már egyszer-kétszer elmondtunk az interjúkban, Gergő főleg,
hogy többet interjúzik, sokkal jobban szeretik, mint engem. Vagy engem annyira nem szeretnek. Csak te szeretsz. Az így van. Engem. Na, az a lényeg, hogy a jazz és a úgynevezett könnyű zene, de nagyon utálom ezt a szót, tehát inkább azt mondom, hogy improvizatív zene, ami mai zene, fellegvár a Fehérvár. Tehát Pest után, de Budapest után ez a második. Ezt tudom esőkkel venni, vannak akik szkeptikusok és csak bólogatnak. Nem tudsz olyan várost ebben az országban mutatni, ahol ennyi zenész született, jött kifele, kimenő egy outputtal, vagy akár akit el tudsz mondani. Tehát a Fehérvár mikben fehérvári világos, hogy ennyi fúvós az országban nincs, amennyit ők használnak. Utána van a Janka zenekar, a Vörös Janka zenekar, aki abszolút fehérvári kötődésű, ugye, mert itt is születtek, meg itt dolgoztak, mint a Kodolányi, és utána pedig a Mörk van, akit szintén tudunk, hogy a két fit kivételével, a Ferenci Gyuri meg a Ávér Jancsi van fitben, a Mörk is egy fehérvárnak idézőben egy csapata. Így van, ne szaladjunk előre, mert hogy Vörös Janka és a New Series került előtérbe nyilván azon ezen az első napon. A Jankától megszokhattuk, hogy mindig valami újat hoz, emellett pedig az ősi fantasztikus tehetség is kibukkan minden egyes dalából. Mit várhatunk tőlük? Hadd dicsérjem én a Jankát, mert nekem talán ennyi, bár én is nagyon közel vagyok hozzá, de talán ennyi könnyebb, mint a Tamásnak egyrészt. Nálunk is tanít a Kodolányi Egyetemen, és elképesztő minőségben végzi az oktatói tevékenységét. Másrészt pedig olyan mélységben merült el ebben az amerikai groove alapú, vagy ilyen kicsit néha R&B alapú zenében, és aztán a szerzőtársával, a gitáros fiúval. A Fővegyi Máté. Fővegyi Mátéval olyan hangszerelésekkel, meg olyan lemezekkel állnak elő, hogy elképesztő, úgyhogy én is nagyon-nagyon kíváncsian várom az új anyagot, én egy számot ismerek róla, de az biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon igényes, ilyen igazi amerikai stílusú jazzt fognak játszani. Így van, tehát a büszke apa és nagypapa is megnyugodhat. Viszont akkor a Mörk feat-ről te beszélj. Hát a Mörk az egy Európa szerte keresett zenekar, ott a Szabó Dani, ugye, akit mindenki jól ismer, meg a székesfehérvári dobos fiú. Ők egy olyan zenét játszanak, amire én is azért vagyok kíváncsi, mert sok, ha nem voltak feat-tel. Tehát se a Ferenci Gyuri, akit tudjuk, hogy egy ilyen autentikus blues énekes, blues szájharmonikás, a Ávéd Jancsi szaxofonos, aki pedig egy abszolút jazzman, hogy fognak ezek összetalálkozni, a Mörker erre én is kíváncsi vagyok, de miért ne nyomnánk meg az Enter gombot? Jó, tehát ha hallgassuk meg. Egy Borbé Ferenci Gyuri, az... Ja, bocsánat, a Borbé Misi? Igen, Borbé, mert az Ávéd a... Nem Pátkai, nem lőttél merni, mert a Pátkai Rozinájék. A Pátkai Rozinájék, ha már annyira benne vagyok ebben, más hatom kikivel, vagy én játszom egyetem, más hatom. Borbély-Ferenci párosról beszéljünk, hiszen igen, Ferenci bocsánat, a Borbély-Misi. Gyakran vendég Fehérváron, és azt mondom, hogy a Tuti Teltház. A Misi? Ferenci Gyuri. Ja, Ferenci. Na és azért, akkor meg még jobban, most, ja, de jó, hogy kiigazítottatok, a Borbély-Misi egy abszolút avantgárd szofonos. Tehát egy avantgárd szaxofonos mellett van egy blues énekes, száharmonikus, a Gyuri, a Ferenci Gyuri, és ez van egy elektronikus zenekar, a Mörk. Na, ez izgalmas. Én szerintem izgalmas. No, és akkor egy rövid pihenő után már is jön a Szombat. Én azt mondom, hogy a Szombat megint egy fehérvári ikon, Bányi Balázs és az ő csapata. Ők azok, akik talán a hagyományos jazzhez, vagy a swinges, bebopos világhoz legközelebbi zenét játszanak. A Balázsék mindig ebben a dologban utaznak, és mindig a lehető legigényesebben játsszák ezt a muzsikát. Úgyhogy egy nagyon méltó kezdése lesz a második napnak. Jambalaya. Jambalaya az a Nekmez Zoliék zenekar, az egy, még annó, annak idején 6-7 éve elhívtam őket ide-oda játszani moziba, még a Petőfibe. Egy abszolút New Orleans zenét játszanak. Tehát ugyanaz a hangulat, egy énekes, és ugyanaz a sztárna dobolásnál a Hammond orgona, úgyhogy ez egy iszkalmas dolog. Elmúlt évben is már képbe volt a Jambalaya, csak az a baj, hogy akkor pont
nem tudtak jönni, mert volt valami lekötött buliuk. Na most kivételesen beszélhetsz a saját csapatodról, a Vörös Tamás projekt. Azt én megszoktam, hogy esztendőről esztendőre valami újdonsággal jelentkeztek, tehát jön ki DVD, stb. CD-k, úgyhogy rendben van ez a történet. Igen, most így ez a pandémia olyan szintre vágott vissza engem, hogy most egy csomó számot írtam a pandémia alatt, tehát volt rá időm, és ezeket a számokat fogjuk eljátszani fantasztikus fiatal kollégákkal, tehát már most is gondolkodtam, hogy igazából mindegyik a gyerekem lehetne, ami klassz dolog, de jó, nagyon jó zenészekkel is. Egy új műsor, világos, hogy a régi saját számaink is benne lesznek, de mind saját most már. Akkor jó. Záró nap, vasárnap, sztárparádé. Az egyértelmű. Menjünk sorban, a Vibratum Quartet. Hát az egy izgalmas zenén, az abszolút free mainstream-es. Egy vibrafonos jön az Olá Dezsővel, aki kiemelt zongorista. Most különböző díjakat kapott a Dezső, és a Szaniszló Ricsi fog vibrafonozni, ami egy elég kihalóba lévő hangszer, és ez egy állatizgalmas zene. Direkt azért tettem be elsőre, azért tettük be, mert ez nem annyira biztos, hogy mindenki... Nem annyira népjóléti jazz. Igen, ez nem annyira, ez egy elgondolkodtató zene. Viszont a Budapest Ragtime-bentől mindig, ha már így fogalmaztál, hogy népjóléti, akkor hagyjuk ezt a jelzőszerkezetet rájuk, de semmiféle negatívum nincs benne. Egyetlen, hát világszinten játszák. Viszont világszinten játszák. Így van. Mi a különlegesség ebben, hogy ők visszanyúlnak a múltba és megtartották maguknak ezt? Én azt gondolom, hogy autentikusan játszani olyan műfajokat, amiket az idő, vagy amik mellett elment már az idő, és eltelt, mint én, 6-7 évtized, az mindig azért nehéz, mert kell egyfajta kontrollzenészként is magadban, hogy ne vigyen el a hév, hogy ne akar túl játszani, hogy a tempókat megtudta, egészen más tempók voltak akkor. Lassabb volt az élet, lassabb volt a zenéknek a ritmusa, más lüktetés nem volt annyira bonyolult, tehát hogy igazán autentikusan tudja játszani egy adott műfajt, ahhoz nagyon nagy önfegyelem kell, meg komoly kutató munka. Ez tulajdonképpen amerikai folklor, amit ők csinálnak, és a lehető legautentikusabban, legmagasabb színvonalon csinálják. És amikor én hallgatom őket, mégis, mintha mindig újat hallanék, mert mindig megújulnak. Ez gondolom, hogy fontos. Mint ahogy az is fontos, hogy azért itt lesznek a fiatal tehetségek, bár ma annyira már nem fiatalok, tehát a Bársony Bálint, Pátkai Rozináék. Ők milyen stílust képviselnek ahhoz képest, hogy miként illeszthetők be a Budapest Ragtime-ben mellé. Ez is tipikusan az, hogy a ti döntésetek, hogy egy kicsit más stílus jöjjön? Szerintem, hogy igen. Igen. Tehát ugye Rozina, ugye tudjuk, hogy ez a latin jazz, vagy latin soul zenének az egyik megtestesítője, és ez egy nagyon izgalmas zene. Tehát egy ilyen, pont ilyen borozó zene, ami még izgalmas is. Bálintékról meg szerintem a Gergő jobban tud mesélni. Én azt gondolom, hogyha az elmúlt 30 évben azt mondtuk, hogyha a magyar jazzt meg akarjuk határozni, vagy mondjuk az etno vonalat, akkor azt mondjuk, hogy Dress, a Borbém is a Borbém műhelyel, meg talán a Dés, akkor a Bársony Bálinték féle produkció az felnőtt ezekhez a zenekarokhoz. Egy elképesztő minőségű és anyagú dolgot tettek le lemez formájában, ez most jelent meg az ő lemezük, igen, Magyar Rapszódia, azt hiszem az a címe. Abszolút friss. Tehát és ez egy abszolút ilyen magyar folklór alakú, vagy ilyen népzene alapú, vagy inkább azt mondom, hogy kelet-európai népzenei alapú improvizatív zene. Nagyon-nagyon érdekes hangszerekkel, érdekes megszólalásokkal, tehát minden, amit a fül megszokott, még egy vájtfülű zenehallgató is, ő is fog találni újdonságot ebben a zenekarban. Igen, én azt gondolom, hogy óriási szükség van rá. Viszont ugye esett szó már a koronavírus járványról. Hogy teltek a ti napjaitok? Hiszen azért nyilvánvaló, hogy tanítani lehetett kellett, de azért egy zenész számára soha nem könnyű ezeket az időszakokat átvészelni. Zenét, szerintem művészetet tanítani online-on lehetetlen. Tehát ilyen a világon nincsen.
Erre vannak kísérletek már évek óta, a nyugati országokban sem működik. Most beszéltem két kollégával, aki kint dolgozik, egy osztrák, meg egy amerikai német, és mondták, hogy nem működik ott se. Tehát nem az internet sebességen múlik, meg nem a felkészültségen, a mit tudom, ilyen űrállomásokon, hanem a zene az egy társas vállalkozás. Igen, abszolút, az nem egy most szakmai be, nekem a magyar nyelv, mondjuk arra Jánosról beszélj interneten, végighallgatom, vagy végighallgatja a magyar tanár, tök jól le lehet mondani. Zenét nem lehet, tehát nincsenek olyan rendszerek. Van arra, például a Berkeley azt csinálta állítólag, ezt pont most tudtam meg, hogy fel kellett venni stúdióba a vizsganyagokat, vagy a diplomanyagot, stúdió minőségbe, és át kellett küldeni a Lincoln Goins-nak, vagy a Gary Willis-nek, a tanároknak, most itt pont a bőgős tanárokról van szó, és utána azt értéket, na de, azért nem mindenkinek van stúdiója, sőt, jóformán senkinek nincs. Nyilvánvaló, én magam is tapasztaltam, a szimfonikus zenekarból mondták néhányan, hogy próbáltak úgy próbálni, és egy kórus is így próbált, hogy mindenki otthon énekeljen, és majd akkor ezt összehozzuk, és nem jött össze. Hát ez pedig ez nem egy profik. Még egy, bocsáss meg, hogy a belevágok, kihagytunk egy fontos dolgot, nem biztos, hogy feltűnt neked, még mindenkünk is új, Gergő ötlete volt, hogy az átállások, ugye minden nap három, illetve nézze a zenekar van a színpadon, a Bartók téren. Az átállások azért az olyan 1 óra, 45 perces, ugye mindig ott szerelgetnek a zenészek, ugye látjátok, te is nagyon sokszor, és azt találtak ki, tök jó, hogy csinálunk egy kis színpadot a térnek az egyik oldalában, ahol, ha igaz, lesznek ilyen vendéglátós bódék, és oda berakunk diákokat, és lesz 2 diákzenekar, aki váltogatva játszanak ezen a 3 napon a szünetekben. Tehát még ott se. Tehát ha valakit érdekel, miközben éppen arra jár a büfé irányába, bocsánat, ilyen magyarosan, de ez mindenhol van, ez nem magyaros, akkor ott hallgatja a fiatal 16-17 éves. Remek gondolat. Diákokat. Még egy dolog, mi újság a Kodolányin tanszékvezetőként, milyen tapasztalataid voltak most ebben? Ugyanaz, amit a Tamási. Én annyival egészíteném ki, hogyha szigorúan nézzük, akkor egy főtárgyórát le lehet adni online. Tehát leül a tanár, leül a diák otthon, és meg lehet hallgatni, egy zenetörténetet le lehet adni. Pont a lényeg veszik el. Tehát azért a közös muzsikálás az főleg ilyen szinten, tehát jazz, ahol fontos az egymásra való hatás, az energiáknak az egymásra találás. Ezek nem ilyen patetikus nagy szavak, hanem tényleg az alkotóművészethez ezekre a dolgokra szükség van. Az nem tud megvalósulni online. Ez akkor tud megvalósulni, hogyha egy időben, egy térben vannak az emberek, a zenekari tagok, és ott meg tud születni valami. Itt ilyen módon nem tud megszületni sajnos, és nagyon megsínlették. A gyerekek mondták, és próbáltuk bennük a lelket tartani. Bízunk benne, hogy ősztől tudunk rendesen menni. Nos, akkor nem maradt más hátra, mint hogy invitáljuk meg a közönséget. Tamás. Mindenképpen még el szeretném mondani, ami kötelezően el kell, hogyha hangozzon, hogy a mai járványügyi rendeletek értelmében zárni fogjuk az utcákat, tehát itt a Ady Endre utca, Jókai utca csatlakozási pontot, illetve az iskola Bartók tér csatlakozási pontot, a 450 szék lesz benne a Bartók téren, vagy székezett rendezvény, különbeni székezett rendezvény. Eddig nem kell, tehát ameddig elérjük ezt a számot, addig nem lesz védettségigazolvány, mert addig szabad, ugye az 500 fő alattig szabad védettségigazolvány nélkül is, de 500 fő fölött már csak azt tudjuk beengedni, akinek védettségigazolvány. Ez természetes. Annyit szeretnék még mondani, hogy most már ugye az újkori időszámítás szerint 8. alkalommal jövünk, hogyha eddig valaki jól érezte magát, akkor bízzanak bennünk idén is. A Tamással igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy idén sem fognak csalatkozni remélhetőleg, és legyünk büszkék a fesztiválunkra, és legyünk büszkék arra, hogy olyan városban élünk, ahol ilyen nehéz helyzetben is fontos a városnak az, hogy ilyen rendezvény megvalósulhasson, úgyhogy ünnepeljünk együtt augusztus 9-10-11-én. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi ott leszünk bizonyosan. Kedves nézőink, tehát ünnepeljünk együtt, augusztus 9-én, 10-én és 11-én várja önöket a Bartók Béla tér, a fantasztikus Alba Regia Fest-tel, nagyszerű zenekarokkal. Tartsanak velünk, szórakozzunk együtt.
Köszönöm szépen, viszontlátásra!